Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Szeretnék megmutatni egy videót ez alkalommal, illetve néhány cikker, hogy mi is a helyzet Izraelben, különösképpen az ortodox zsidókkal kapcsolatban hogyan viszonyulnak ők ehhez a háborúhoz, és mi az, amit ebből ki tudunk hámozni arra nézvést, hogy pontosabban megértsük az eseményeket. Mielőtt ennek nekivágnék, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. A korábbi izrael kapcsolatos videókban én igyekeztem már rámutatni arra, hogy mindaz, ami történik, az egy sokkal nagyobb tervnek a része, és ha valaki azt gondolja, hogy létezik egy szervezet, a Hamas, ami csak függetlenül eldönt dolgokat is megtámadja Izraelt, mindenféle előzetes egyeztetés nélkül a világot uraló és irányító elítel, akkor az, az nagyon téved. Ami fontosabb az az, hogy sehol nincs ilyen a világon, hogy valaki azt mondja, hogy 2000 éve ez a mi területünk volt, és ezért hát visszaköltözhetünk oda azért, mert mi tudom, én mi történt a második világháború alatt. Ugyanilyen erővel mondhatnánk mi is azt, hogy visszaköveteljük Nagy Magyarországot, meg a 150 éves török uralom miatt ezt, meg azt a területet, vagy az urált, vagy mit tudom én, micsoda. A lényeg pontosan az volt, ami lett. Kialakítson a közelkeleten egy háborús gócpontot, aminek segítségével majd ki lehet robbantani. Következő és egyben utolsó világháborút. A Mandiner cikkére visszatérve zsidók tüntetnek a Hamas mellett az izraeli háború idején kik, ők és mit akarnak. Ez nem egy új dolog, én erről beszámoltam már évekkel ezelőtt, hogy izrael állam az teljesen jogosulatlan arra, amit ott folytat arra a tevékenység. Ha visszatérünk a cikkhez, a Neturei Karta anticionista vallási csoport Facebook oldalán arról írt, hogy megmozdulásokon Palesztina 1948-ban kezdődött izraeli megszállásának Békés befejezésére szólították fel Izrael államot. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy ez az esemény azóta az arabok és zsidók számára megannyi szenvedést, vérontást okoz Izrael állam létezése a béke legfőbb akadálya. Victory. Pontosan ez a cél, ezt próbáltam elmagyarázni. Ezért mutattam be azt a rengeteg manipulációt, amit a média folytat a különböző világ eseményekkel kapcsolatban. A cionizmus alapvető célja az ókorban elpusztult zsidó állam helyreállítása volt az akkori oszmán palesztina területén. A rabbinikus judaizmusban kialakult a nézet, miszerint a zsidóság erőszakkal nem foglalhatja vissza őseinek otthonát, hanem várniuk kell a messiás elérkezésig. Én csak szeretném megmutatni, hogy mi is az, ami történik a világban, és hogyan kapcsolódik az a Bibliához. Ezért javasoltam oly sokszor, hogy látogassatok el Weboldalunkra, ahol végtelen videót gyártunk ezzel kapcsolatban és számos egyéb témában, ami segítheti mindenkinek a világ megértéséért vívott harcát. Teljesen mindegy, hogy feminizmusról van szó, médiáról, oktatásról, vallásról, nem számít. Mindenhol megvezetik az embereket, és ez az, amit igyekszem és igyekszünk feltárni weboldalainkon az infobab.hu illetve a Yahoo útja weboldalakon. Egy érdekes gondolatot még megosztanék azok számára, akik még tudnak egyáltalán gondolkodni. Ugye a büntetés a Bibliában a zsidók számára, az eredeti izraeliták számára az volt, hogy elszállították őket más népek és kényszer munkára kötelezték őket gyakorlatilag. Így szétszóródtak a világban. De ez az úgynevezett transatlanti rabszolga kereskedelem. 400 éven keresztül folyt. Több mint 15 millió férfi, nő és gyereket szállítottak el Afrikából. Egyesült Nemzetek.org weboldal. Több mint 15 millió ember szállítottak el Afrikából, többnyire Észak- illetve Dél-Amerikába, de különböző más helyekre szerte a világon. Azt akarom mondani, hogy ha a büntetése az volt, hogy elszállítják ezeket az embereket az otthonukból, akkor nem -e ezek az emberek, akikről szó van,

hanem az, hogy létezik az állam, az bűn, ugyanis nem lehet ölni vagy lopni a Biblia szerint. Essence, a state, top... És alapjába véve nem is megengedett a zsidóknak, hogy legyen egy államuk, hogyha a Bibliára akarunk hivatkozni. The... És nem fogadhatjuk el zsidóként ezt a gyilkosságot, meg az emberölést, illetve az elnyomását ezeknek az embereknek. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda, és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm! Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a .hu .hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!